Ma délelőtt végre megnyitotta kapuit a fényes forrás tanösvény a nagy közönség előtt is, melynek működtetésével a Tatai Városkapu Zrt-t bízták meg. Berceli Attila vezérigazgatót arról kérdeztük, hogy a tanösvény hogyan illeszkedik bele a turisztikai életébe, és ezzel együtt hogyan kapcsolódik az ökoturisztikai központhoz. Szervezeti struktúra szempontjából nagyon jól illeszkedik hozzá, ugyanis a munkatársi kör el tudja látni a feladatokat, természetesen bővítve azokkal a státuszokkal, amelyek még a megnövekedett munkát el tudják végezni, de egyéb más szempontból szerves az üleszkedés, hozzátéve azt, hogy egy olyan szolgáltatás kerül a Tatai Városkapuhoz, ami magának, az ökoturisztikai központnak a szolgáltatási kínálatát jelentős mértékben bővít, és ugyanakkor azt a vállalkozói hálózatot, amit mi építünk az ökoturisztikai központ keretében, és ebben segít nekünk a turisztikai egyesület is, egy olyan újabb lehetőséggel kínálja meg, ami egy mint tatai attrakció természetesen ahhoz járul hozzá, hogy a turisztikai eredményeket növelni tudjuk. Látványt, élményt kell nyújtani, nem csak magának az ösvénynek a bemutatásával, hanem az ott létrejövő programokkal, tevékenységgel, aktivitással, ami önmagában is célja lehet a turistáknak. És persze ne felejtsük el, hogy ott van a szomszédságunkban a fényes fürdő, úgyhogy reméljük, hogy velük együttműködve, amikor alkalmas az időjárás, akkor az egy komplex szolgáltatásra, kettünk így kettőnk részéről, tehát a Tatai Fényes és a Tatai Fényes Tanösvény részéről. A Fényes Fürdőn található tanösvényre nem csak csoportokat várnak, és bejelentkezni is csak akkor kell előre, ha túravezetőt is igényelnek a vendégek. Most már folyamatos nyitvatartással vagyunk, most március 14-ig, Téli időszak szerint vagyunk nyitva, az azt jelenti, hogy 9-től 15 óráig, és március 15-től viszont meg nyári időszámítás szerint leszünk nyitva. Folyamatosan várjuk ugye a vendégeket, tehát be is lehet így jönni bejelentkezés nélkül. Igény szerint csak a túravezetés szemszögét szeretnénk, hogyha előre jeleznék. A tanösvényen különböző táblák jelzik a látnivalókat. A karstvízforrást, a ritka növényeket és persze az állatvilágról is vannak leírások.